Köszöntök mindenkit. Igen, innen, ahogy Attila is mondta, innen Angliából. És szeretném nektek bemutatni a Purple Mash-t, ami a Too Simple kezdeményezett 20 évvel ezelőtt tulajdonképpen, még anna, amikor ez CD-romokról ment. Ezt most, amennyit tudtunk, lefordítottunk magyarra, és ez majd a jövőben a Balázs diákon keresztül lesz elérhető, megvásárolható. Ez egy évente lehet megújítani majd, vagy lehet majd több évre is megvenni, de most egyelőre ez ingyen elérhető egészen október végéig, és lehet használni. Ez tulajdonképpen egy kreatív oktatási keretrendszer, egy kreatív platform, ami az általános iskolás diákok és tanárok részére. Ezt minden diáknak külön belépési jelszava van. Ez lehet bármi, akár egy képre kattintás is, akár hogyha már van a gyerekeknek bármilyen belépési jelszavuk, akkor azt is meg tudjuk oldani, hogy akkor ugyanaz legyen esetleg. De ezáltal a pedagógusok követni tudják, hogy az egyes diákok mit csinálnak, egyénre, csoportra, vagy akár egész osztályra szabott feladatot, feladatsorokat tudnak kitűzni, melyet aztán a diákok egyszerűen megkapnak, így differenciálni is lehet. Most úgy fog belépni, mint egy adminisztrációs személy, de lehet akár, ugye majd azt is meg fogom mutatni, hogy ezt a gyerekek hogy látják. Az a különbség az adminisztrációsnál, hogy ugye itt van az adminisztrációs rész is, ami segítségével jelszóváltoztatás és tud az adminisztrációs személy az iskolába megtenni. Ez a, itt a főoldal, itt találhatóak a különböző programok, melyek segítségével fejleszthetjük a diákok tudását és a kreativitását is. Too Simple az mindig a kreativitásra épül, és itt lehet látni, hogy csoportokra van osztva, tehát itt lehet látni, hogy az első, hogy a magyar, az angol, matematika, zene, számítástechnika a kódolással, rajz, festészet, művészet, illetve kvízkészítés, játékkészítés 2 és 3D-ben. Tehát elég nagy körű. Az is lehet látni itt a főoldalon, hogy már vannak videók is feltéve, tehát az egyes programoknál, hogy mondjuk, hogy a rajzfilm készítéssel hogy tudok, vagy az egyes zenei programokra, akkor itt rá lehet menni a videókra, és ezek most már itt magyarul vannak feltéve, és meg lehet nézni őket, hogy hogy használhatóak ezek a programok. Nézzük meg néhányat. Itt, megnézem itt közben én is. Jó, Attila, te veszed a üzeneteket, szuper. Lehet itt a magyarban, de többféle írás lehetőség van. Megkérhetjük a diákokat, hogy írjanak egy történetet. Itt lehet látni, hogy egy plusz doboz jött ki, amivel el tudom indítani a programot, illetve egy tudó létrehozását tudok, arra tudok kattintani. Ez csak a tanároknak jön elő, ha a diákok kattintanak rá erre a programra, ők egyenesen belemennek a magába a programba. Itt lehet egyénre szabottan feladatot küldeni a diákoknak, ami nekik ebbe a tüdős mappába fog belemenni. Na most nézzük meg magát ezt a programot. Minden egyes program több színből áll, tehát itt is lehet látni, hogy van egy egyszerű történetírása,
illetve van a középső szint, ahol már hátteret lehet belerakni, animációt, hanganyagot, illetve a felsőbb szint, ahol már, már kapcsolatot lehet rakni oldalak között, tehát például az olvasó eldöntheti, hogy hogyan szeretné, hogy a történet folytatódjon, és lehet, hogy akkor elüglik az első oldalról mindjárt a negyedik oldalra. Nagyon egyszerűen meg lehet történni, tehát itt ugye rajzolni lehet, ezt a rajzot meg lehet animálni, hanganyagot, hátteret lehet hozzárakni. Mikor a háttérről beszélünk, vagy bármilyen képet rá szeretnénk tenni, vagy hozzá szeretnénk tenni a történetünkhöz, lehet akár innen a flipartból hozzá lehet tenni hátteret, akár ki lehet választani a saját gépünkről is, illetve, hogyha tableten végezzük el a feladatot, ugye ott még képet is tudunk azonnal készíteni és beilleszteni a történetünkben. Mert ez is egy másik fontos szempont, hogy ez a pörtmes, ez bármilyen device-on lehet használni, tehát mindegy, hogy tableten használják, akár telefonon is lehet használni, számítógépen, Chromebookon, bármin lehet. Az, hogy mennyit írnak a diákok, nincsen megszabva, tehát annyit írhatok ide minden egyes oldalra, amit csak szeretnék. Amikor rákattintok az indítás gombra, akkor ez egy e-book, e-könyv szerint fog megjelenni, és itt lehet akkor az oldalakat lapozgatni. Hogyha én csak megnyitok egy bármilyen programot, és ott készítek valamilyen történetet, játékot, vízt, vagy egy zenei alkotást, akkor ugye ezt el kell mentenem. Akkor rákattintunk a mentésre, és a mentéssel ennek nevet kell adni. Ha nevet adtam, ezt én berakhatom a munkáim közé, a munkám alá én még akár alsó mappákat is tehetek, hogy aztán ez tényleg akkor nagyon rendezett legyen, és elmentem. Ez meg fog jelenni az én munkám alatt. Amikor egy tanár lép be, és rámegy erre a munka mappára, a munkám alatt látom, hogy milyen feladatokat mentettem én el. De azt is látom, hogy az én osztályomban, és hogyha egy tanár csak az első A-ban tanít, akkor azt a tanárt hozzá lehet rendelni az első A-hoz, és akkor ő csak az egy A-t fogja látni, és a többi osztályt nem. Tehát akkor nem lesz túl sok itt ebbe a mappában. Ha egy tanár több osztályban is tanít, akkor több osztályhoz is hozzá lehet rendelni. Az osztályon belül látom a diákaimat, illetve látom a hozzárendelt feladatokat. Itt tovább megnyitom, akkor itt vannak a diákok. Ha én rámegyek a diákra, akkor én látom azt, hogy mi az, amit ő saját maga megnyitott programot és elkészített. Erre én itt nagyon egyszerűen tudok válaszolni, vagy akár csak egy jellel jelezni, hogy szuper, illetve még hanganyagként is tudok neki üzenni. És ha ezt elmentem, ezt az a diák meg fogja kapni majd az ő, amikor ő belép. Itt ugyanúgy lehet látni, hogy milyen feladatokat kaptak azok a diákok. Ha én belemegyek, tehát itt van ez a tüdőz, ha én belemegyek itt a tüdőzbe, ami feladatokat ki vannak adva, akkor itt látom, hogy ezek a feladatokat kihezek vannak hozzárendelve. Tehát például írj egy történetet, ez csak a Christopherhez van hozzárendelve az első A-ba, míg ez a feladat, ez hozzá van rendelve mindenkihez. Az első A-ba.
Tehát itt tudok differenciálni is, akár egyéni, csoportos vagy egész osztályra nézve. Azt is látom itt, hogyha én rámegyek, ugye az írja történetre, ami a Christophernek volt, Christopherhez volt hozzárendelve, hogy ő ezt már elkezdte, de még nincs beadva. Ha én rákattintok, akkor azt is látom, hogy már elkezdte ezt a feladatot, de ugye még nincs befejezve. Én itt adtam neki egy üzenetet, amit én elküldtem neki. Ha én ezt a diákként nézem meg, és ránézek itt a Christopherre, most ugye, mint diákként léptem be, mindjárt lehet látni, hogy itt fönt eltűntek azok az ikonok, amik ugye a diákok részére nem elérhetőek. Riasztásként ő megkapja azt, hogy kapott egy új üzenetet a tanártól, illetve, hogy milyen feladatokat tűztek neki ki. Belemehet, és az a jó ebbe, hogy tulajdonképpen, ahogy ő belemegy az ő feladat sorába, amit kitűztek neki, azonnal látja, hogy mit kell tennie. Azonnal látja, hogy a tanár üzenetet küldött neki. Itt rákattintat arra, hogy kezdés. Ezzel a kezdéssel, mint például itt egy, ezzel a feladattal bele tudja élni magát, hogy ő az űrben van űrhajósként. És már is bele tudják tenni önmagukat, ezt tudják szabályozni, forgatni akár, és első személyben tudnak írni, hogy ők hogy érzik magukat most ott az űrben, illetve fel is tudják venni hanganyagként. Most, ha én innen kilépek, és azt mondom, hogy mentés, még egy nagy könnyebbség van, ugyanis nem kell címet adniuk nekik, mert az automatikusan itt elmenti nekik. És akkor lehet látni, hogy ez átváltozott a kezdés arra, hogy a munka folytatása, illetve beadandó. Ha én azt úgy gondolom, hogy ezt a feladatot én már elvégeztem, már semmit nem szeretnék rajta változtatni, akkor én ezt beadhatom a tanárnak, de azt tudnom kell, hogy utána ezen én már nem változtathatok, csak akkor, ha a tanár visszaadja nekem feladatként, hogy valamit folytassak még rajta, vagy változtassak, javítsak. Én itt egy üzenetet ugyanúgy tudok küldeni a tanárnak, egy rövid üzenetet. A hanganyag az limitálva van, tehát nem tudnak egy félórás üzenetet küldeni a tanárnak. És rendben, oké. Most ez át is változott zöldre, tehát akkor a diák is tudja azt, hogy itt már meg tudja nyitni, meg tudja nézni, hogy mit készített, de már folytatni itt nem tudja. Most visszalépek, mint a tanárként, és most rámegyek a munkámra, itt a munkamappára, és rámegyek itt az astronautra, már az űrhajósra, már is látom, hogy a Christopher be is adta ezt a feladatot. Illetve látom azt, hogy ezt elkezdte, de még nem adta be. Egy másik nagyon fontos itt ebbe a munka mappába a feltöltés. Itt mondtam ugye azt, hogy bármennyi alapmappát tudok akár a munkám alá tenni, akár az osztályomhoz tudok tenni megosztott mappát. Tehát én most szeretnék az első 1A-nak egy új mappát tenni, és azt mondom, hogy házi feladat, és erre, hogy mindjárt itt megjelenik. Most itt ezt én fel szeretnék tölteni nekik egy olyan feladatot, amit nem a pörpömesen belül oldanak meg, hanem én készítettem nekik, de szeretném mégis, hogy ezt a matematikai feladatsort megcsinálják. Tehát akkor én a saját kompjúteremről fel tudok nekik tölteni
egy dokumentumot, amire azt mondom, hogy kimegyek innen, és van egy olyanom nekem, hogy szorzás. Ezt a szorzás dokumentumot én a közös mappába, amit minden diák lát, oda feltettem. Most ezt a diákok megkapják ott a házi feladat mappába. Ha ők ezt rákattintanak, ez le fogja nekik tölteni. Utána ide a közös mappába ők nem tudják feltölteni, tehát semmilyen megosztott mappába ők semmit nem tudnak feltölteni. Ez pontosan azért van, hogy bármilyen képet, vagy bármit, akkor ők egymás között nem tudnak megosztani, tehát biztonságban vannak, egymás munkáját semmiféleképpen nem tudják megosztani, nem láthatják, viszont a saját munkájukba ezt utána vissza tudják tölteni, hogy a tanár aztán megnézze, kijavítsa, illetve tudnak akkor kommunikálni is. Ide akár egy PowerPointot is föl lehet tenni, egy magyarázatot, bármilyen dokumentumot föl lehet tölteni a diákok részére. Ami most főleg azzal, hogy ilyen távoktatás van, ez egy nagyon fontos és nagyon jó dolog. És egy kicsit visszamegyünk itt a programokra, hogy még milyen programok vannak. Ugye mentünk itt a történetírásba. Animálni is meg tudnak tanulni a diákok. Amikor animációt végeznek, ugye a filmkészítés, mi is az a filmkészítés? Mondhatni, hogy lehet itt akár rajzolni. Amikor rajzoltok, itt lehet látni, hogy itt vannak a filcek, tehát itt tudok a különböző színek között választani, illetve vannak eszközök is. Az eszközök között is tudok aztán variálni. Itt, tehát, illetve, most visszamegyek, ha én rámegyek a... Próbálok valami szép kéket találni. És hát, ha sikerül most nekem ott kitöltenem, de most persze ez mindjárt. Filctollal az mindjárt vastagabb. Mert nem húztam ki egészen a széléig, ezért ugye úgy érzékelte, hogy ez az egész kocka egy tér, és ezért befestette nekem az egész teret. Na most itt tudok, hogyha egy, azt mondom, hogy most pontosan a húsvét idején ugye ültetgetünk, és elültetek egy magocskát, utána én rámegyek a következő filmsorra, és ezen tudok változtatni. Na most szeretném azt, hogy én ezt az alapot adjam meg, tehát rákattinthatok például itt a hagymácskára, ami megad egy alapot nekem, és onnantól tudok akkor folytatni a képemet, és azt mondom, hogy itt akkor elkezd nőni ugye ez a kis virágocska, és folytathatom tovább-tovább, amennyit csak szeretnék. Hozzá lehet akár adni bármennyi film kockát itt, hanganyagot is lehet hozzáadni, ugyanúgy lehet használni a videót is hozzá. És most átmentem ebbe, és próbálok vissza menni magába a programba. Ez a Webex-nek a technikai oldala. És nagyon érdekes kis előadásokat lehet hozzárakni. Tehát például, hogyha és elindítom, és már is lehet látni, ez egy havastáj, ahol aztán a kis virágocska megnő. Ezt lehet aztán gyorsítani, lassítani, de egy nagyon jó dolog arra, hogy megtanulják, hogy mi is az az animáció.
a zenevilágába is bele tudnak menni különböző szinten. A felfedezés részén különböző hangcsoportokat tudnak kiválasztani, fel tudják venni ezeket a hangokat. Tehát, hogyha elkezdek itt rá, és utána ezt vissza lehet játszani a diákoknak. Azt nem tudom, hogy a hangot ilyenkor mennyire hallják, Attila, hogyha nekem a mikrofonom van bent. De megpróbálok megmutatni énből is példát. Tehát itt a zenei, ugye itt például megpróbáltam megalkotni a harmadik szinten, ahol aztán már rengeteg hangszerrel lehet foglalkozni. Nagyon egyszerűen csak fogom és föl tudom tenni a megadott kockákba, téglalapokba, és innen, ha én rákattintok, és bármilyen zenei művet tulajdonképpen össze meg tudnak alkotni itt a diákok, és elmenteni a saját kis mappájukban. Ezt lehet nekik úgy is feladni, hogy innen belerakni a feladat sorukba, és megkérni őket, hogy készítsenek valamilyen zenei. Igen, jó, Attila, köszönöm, tehát nem hallatszik, de ezt el lehet képzelni, remélem, egy kicsit. Aztán a festészet is, a művészet, ugye vannak az alap része, ahol aztán tényleg csak a festészettel lehet különböző technikai eszközökkel is lehet dolgozni, ahol a diákok bármit tudnak rajzolni, színeket, így hogyha egy eszközöket használják, könnyen tudják változtatni a vonalaknak, vagy a tollnak a vastagságát is könnyen tudják alakítani. Illetve van például itt az a pillangó, amire ha rákattintanak, akkor akár szimmetriát is tudnak beletenni. Ez tovább fejleszthető aztán a képrajzolással, ahol különböző művészeti típusokkal tudnak megismerkedni, illetve aztán ezt meg is tudják valósítani akármelyiket, tehát a szalaggal, a pontilizmussal, locsantással. Ugye a locsantás az egy nagyon jó dolog, hogyha például tűzijátékot próbálunk illusztrálni. Aztán ide egyszerű mondatot vagy a nevüket rá tudják írni a munkájukra. És akkor tovább mehetünk és valaki írt is a számítás technikára, amit így van, tehát itt van a számítás technika, ami egész a kicsiktől indulva, az indulással, a cügóval, és aztán a kódolásra átmenve. Az indulás az tulajdonképpen, mint a b-boxok a gyerekeknek a földön, csak már átvéve magára a kompjúterre, és egy kicsit már tovább viszi őket a kódolásnak az irányába. Tehát itt rengeteg háttérből tudnak válogatni, ahol az irányokkal tudnak variálni. Hogyha én kiválasztok egy hátteret, akkor én nekem itt mindjárt behálózza, és akkor itt van a kis méhecském, és tudok a méhecskével is menni virágról virágra. Viszont a tanárnak van egy ilyen szerkesztési ikonja, ahol meg tudja adni, hogy milyen szinten szeretné, hogy az irányokkal foglalkozzon, illetve lehet lassítani, gyorsítani. Megpróbálom
Mert Attila, egy kis technikai dolog, nem látom így most a képernyőmnek a tetejét, hogy megvan osztva. Át tudom azt is állítani, hogyha nincs megosztva, hogy én nekem a kódolásnak a többi része is megjelenjen. De ezt megmutatom egy másik részben, hogy mi az, ami itt alul megjelenne. Itt visszamegyek. Mindig majd mondom azt is, ezt Angliában, ez kb. Eddig olyan 8000 iskola használja, nekik ez órarendben van már beletéve, tehát itt ezt ugye heti szinten elég sokat használnak bármilyen komputeres szoftvert, illetve ők magát a kódolást, azt ők 3-4 évesen már elkezdik, ugye a földön a kis ezekkel a kis bíbokatokkal, illetve utána már első osztálytól, ami itt az első osztály, az 5 évesek, ugye itt 4 évesen mennek iskolába, már elkezdik ezt használni. És az már aztán később, már 5-6 évesen már a rendes kódolásba is átmennek. De hát itt teljesen más az egész rendszernek a felépítése, tehát itt már évek óta, most ugye ez már a számítástechnika az eléggé fontos szerepet játszik az iskolákban. Tehát itt vannak ugye ezzel rengeteg háttér, de vannak kihívások is. Ezeket a kihívásokon végig lehet menni, de még mindig csak tulajdonképpen az irányokra vagyunk ráállva, tehát irányítsa a halacskát a kis kincsesládához, tehát halacskának el kell jutnia a kincsesládához, és már is itt az irányokkal én ezt tudom megoldani. Ezt a kihívások természetesen aztán egyre nagyobbak, a végén már olyat is tudnak csinálni, és ez lett volna az, ami nekem ott kijön, ha én oda föl tudok menni a megosztás nélkül a képernyőmnek a tetejére, hogy többféleképpen tulajdonképpen el tudnak kezdeni kódolni is. Itt ugye az autómnak körbe kell mennie, illetve olyat is tudok a szerkesztésbe csinálni, de szerintem itt sem nagyon fog ez előjönni, nem jön elő, hogy meg tudom hosszabbítani a lépéseket, tehát hogyha a diákoknak ez túl sok, amennyit számolni kell, akkor ezt meg tudom hosszabbítani, és meg tudom duplázni a távolságát az egyes lépéseknek. Most itt ez az autóm, először is ugye én szeretném azt, hogy elforduljon, és itt már számokkal is be tudok kapcsolódni, hogy az autóm egyet elforduljon jobbra. Vissza tudom irányítani az elejére, illetve ezt ki tudom törölni, akár hogyha javítani szeretnék. Illetve utána azt tudom azt, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lépést kell tennem utána előre menettel. És most megint le tudom magamat ellenőrizni, és látom azt, hogy hova megy az autóm. Na most, hogyha már olyan szinten vannak a diákok, hogy azt is tudják, hogy mi az, hogy ismétlés, és ezt ugye meg tudom ismételni tulajdonképpen 4-szer ezt a műveletet, akkor az autóm az tulajdonképpen körbe fog menni ezen a pályán, és ismételni is fog. Tehát így láthatni, hogy tulajdonképpen már ezzel a kiskorosztályos programmal elég sokára eljutnak, és aztán a saját kis kódolásukat is meg tudják oldani. De ez átvisz a szűk kódba, amit tulajdonképpen feladatsorok építenek fel. Három részből áll a csimp, vagyis a majom itt az első szint, van a gibbon, ami a második szint, és a gorilla, ami a harmadik szintre visz el minket. Na most, hogyha belemegyek itt az elején,
A legelső feladatsorok azok még mindig egy átmenet, ugye a tűgő és a tűkód között, tehát irányokkal főleg, de már mint hogy itt is láthatni, itt vannak a feladatsorok, de egy probléma megoldás, illetve egy szabad kódolás is már bele van építve. A szabad kódolás viszont az még mindig a témán belül van, és csak annyit használhatnak fel, amit éppen addig tanultak. Tehát itt van az első feladat, hogy a repülő kattintásra szálljon fel. Itt újra el tudom olvasni, tippet kaphatok, ha tippet kapok, akkor viszont az rögzíti a Purple-es, hogy a diák kért segítséget. Ezeket bármit elkészítenek Purple-esen belül, azt mindent, amilyen feladatsor, azt rögzíti a system. Tehát itt van, hogyha én rákattintok a repülőmre, akkor szeretném, hogy a repülőm szálljon fel. És akkor rákattintok az indítás gombra, és itt a repülőm. Na most volt nem is egy olyan diák, aki itt már ugye mondta, hogy de hát nem csinál semmit. Ugye fontos az, hogy a kódolásnál mi az, ami feladat. Tehát nekem rá kell kattintanom a repülőre ahhoz, hogy ő elinduljon. És ezáltal ők mehetnek a következő kihívásra, ami, hogy a sárga repülő is szálljon fel a kattintásra. Tehát most én rákattintok a sárga repülőmre, és a sárga repülőm az, ugye mondhatnám, hogy szálljon fel, de azt is láttam a képen, hogy a repülő jobbra néz, tehát jobbra kell, hogy a kifutón elinduljon, és megint, hogyha én rákattintok az indítás gombra, akkor elindíthatom a lila repülőt, aztán elindíthatom a sárga repülőn. Itt a narancságával az is ki volt emelve, hogy éppen hol tartott a program. És akkor mehetek a következő kihívásra, ami egy probléma megoldás. Itt most éppen az a probléma, hogy javítsd meg a kódot, hogy a repülőre kattintasz, a repülő amelyikre kattintok, azt szálljon fel. Mert ha én most rákattintok a sárga repülőre, akkor tulajdonképpen semmi nem történik, és hogyha én rákattintok ide, akkor mind a kettő elindul. Tehát ez nekem ugye nem jó, ezt meg kell néznem, hogy mi az, ami nem stimmel, illetve itt jelzi alulról is, hogy amikor kattintva a blokk üres. Tehát itt kódot kell behelyezni ahhoz, hogy a kompjúter tudja, hogy mit kell csinálni, tehát ezt ide be kell hálózni egybe, és már is itt, hogyha erre kattintok, akkor a lila fog menni, ha sárgára kattok, akkor a sárga fog elindulni. Tehát már is elindítom a feladatot. Viszont még egy probléma van, hogy mind a kettő elindul, tehát nekem ugye a sárga aznak jobbra kell, hogy elinduljon. És most már tökéletes a kifutópályán, a repülők nem tudnak se ütközni, se letérni a kifutópályáról, és felszállhatnak. Tehát, és akkor a következő kihívás az tulajdonképpen a szabad kód. Ha ők bármilyen segítséget kérnek, akkor azzal egy csillag innen el fog tűnni, tehát tudni azt is, ők is tudják, hogy akkor hány segítséget kértek. És itt most még mindig, ha én a tervezés ikonra lépek, akkor még mindig a repülőtéren vagyunk, de hozzáadhatok akár több kifutópályát, illetve többféle helikoptert vagy a repülőt is, és tovább vihetem a kódolásomat. De az is látható, hogy csak annyi van itt megadva, amennyit eddig tanultak a diákok, nem több. Ha itt bármit hozzá adnak a diákok, akkor utána ezt rá fog kérdezni, hogy ezt szeretné-e elmenteni, és ezt megint a munka vagy az alapba itt lehet elmenteni, amit készítettek. Ez természetesen itt leckéről leckére, ez fokozatosan
emelkedik a szint, minden egyes feladatsorral valami újat tanulnak a diákok, mire elérnek aztán a legfelső szintre, ami a gorilla szint, ott is végigcsinálják ezeket a feladatsorokat, ami ugyanúgy kijön, mint ahogy előbb mutattam a feladatsorokkal. És aztán, mikor a szabad kódra eljönnek a legmagasabb szinten, itt már látható, hogy minden parancsszót tudnak alkalmazni, illetve bele tudnak menni a tervezésbe. A tervezésben már ki tudják választani a saját hátterüket, de illetve fel is tudnak tölteni egy hátteret, és már is tudnak dolgozni. Én rárakhatom a járművemet, az, hogy milyen tulajdonságok, milyen értékek vannak, ezt is nagyon jól tudják aztán fejleszteni a diákok. Adhatok egy sebességet, nyilak használatával, vagy akár csak be is tudom gépelni a magát a számot, és ha én ebből kilépek, akkor már is tudom magát a kódolást kezdeni. Amit még itt pluszban megtehetnek, ezt a tervezésnél ezt át is írhatják ezeknek a karaktereknek a neveit. Tehát azt mondom, hogy a sebessége az leadjunk hozzá valamennyit. Na most itt, hogyha én erre a kattintok rá, akkor magát a kódot is megláthatják a diákok, ami tulajdonképpen a JavaScript-nek megfelelő. Tehát lesznek olyan diákok, akik meg is fogják próbálni, hogy itt írjanak a JavaScript-be, de nem gond, mert bármikor visszatérhetnek a blokkokhoz, ahol aztán a feladatsorok által teljes magabiztossággal tudják kezelni a parancsokat. Mint mondtam, hogy ezek a feladatok ugye rögzítve vannak, ezek a, itt az adatbázisban, a data-ban lehet őket megnézni. Tehát ha én ránézek például itt a kódra, látom azt, hogy most ki az, aki már megtette. Ahol ilyen kis plusz van, ott azt jelenti, hogy még jobban ki is tudom nyitni, mert itt megmondaná nekem, hogy ha segítséget kért, akkor melyik segítséget kérte, illetve hogy mennyi ideig tartott annak a diáknak, hogy ezt a feladatot elvégezze. Tehát minden regisztrálva van. Tehát itt van maga ez a kódolás. Amit még szeretnék megmutatni, az ez a quiznek a használata. Ez még most lesz majd igazándiból lefordítva, de használata annyira egyszerű, mert mindent, amit beírunk, azt mi magyarul írjuk be, tehát annyira nem is olyan fontos. Itt lehet látni ezt a plusz jelet, ezzel adhatok nekik feladatot. A képek magukért beszélnek, tehát itt ugye címkézni lehet, csoportosítani lehet, sorrendet lehet nekik megadni, párosítást, bármilyen feladatot én itt tudok nekik adni, akár 10 feladatból álló feladatsort összeállítani, de minden feladat lehet, hogy más típusú feladat lesz. És azt mondom, hogy legyen mondjuk egy címkézés, csak megmutatom, hogy mennyire egyszerű ezt előállítani. Akár én magam ezt meg is rajzolhatom, de készíthetek képet, vagy választhatok a clipartból, de föl is vehetem, tehát hogyha én most éppen van egy nagyon jó képem a test izmairól, és éppen arról tanulunk, és azt szeretném, hogy a gyerekek azt lecímkézzék, onnan is ki tudom választani, és csak az egyszerűség kedvéért rámegyek itt az órára, és be tudom írni, hogy ugye az a 2, az a 9,
Ha én ezt most mindjárt odaírom, ezt a I betűre rákattintva, én címet tudok adni nekik meg, instrukciót, hogy mit szeretnék, és már is itt van, és meg kell címkézniük a helyes nyílra rátenni a címkéket. És azt is be tudom állítani, mert itt látható, hogy mindjárt azonnal választ kaptak, hogy helyesen lett megoldva. Ezt lehet átállítani arra is, hogy ne kapjanak azonnal választ, mert ez egy teszt, tehát be fogják adni a tanárnak. És ugyanígy a többi quiznek a részét is lehet ezzel használni, és hogyha ezt elmentettem a feladatsort, ugyanúgy hozzá tudom rendelni akár egy gyerekhez, egy csoporthoz, vagy az egész osztályhoz, hogy ezt a quizt megoldják. Ez aztán teljes mindegy, hogy milyen tantárgyra értve fogom felhasználni. Illetve van itt ez a kettő, ami még a játékkészítésnél is. Ugye itt a quiz, erre mentem rá. Ha én tudom azt, hogy csak címkézni szeretnék, vagy csak matematikai feladatot szeretnék nekik adni, akkor nekem nem fogja már feladni ezeket a lehetőségeket itt, hanem mindjárt, ahogy én a pluszra kattintok, én itt már is tudok változtatni, és én mondhatom, hogy milyen feladat, milyen műveletet szeretnék nekik megadni, illetve a kivonásnál milyen számsor, de akár én be is írhatok adott számot is, és már is mehetek a következő feladatra, és megint annyit tudok előállítani nekik, amennyit szeretnék. Csak itt visszatérve, ugye a mentés, el lehet menteni, ahogy el van mentve, innen is én hozzá tudom rendelni nekik a feladatokat. Tehát ahogy én ezt megoldottam, már is itt a Tudó alkalmával, természetesen mivel én alkottam ezt a feladatsort, ezért címet kell adnom nekik, és egy leírás, hogy mit szeretném, hogy csinálnak, hogy oldják meg a feladat, a quizt. Lehet ugyanúgy audio utasítást is adni, és aztán, ahogy előbb mutattam, tovább lehet menni, kiválasztani a diákokat, kiválasztani a hozzáférés dátumát. A hozzáférés dátuma az bármikor lehet, akár a jövőben is. Tehát én az egész jövő hetemet mondjuk meg tudom már oldani, és minden napra előre meg tudok nekik rendelni, hozzájuk tudok rendelni egy feladatsort, tehát ez már április 13-án fogják megkapni, és én azt mondom, hogy ezt aznap én szeretném is, hogy vissza is küldjék nekem, mert ez egy tanítási nap. Normál esetben ki lehet választani, hogy ez iskolai időben legyen, hogy megkapják, vagy pedig otthon házi feladatnak. De ugye most, mivel távoktatás van, így a legtöbb iskola ezt használja, hogy bármikor használhatják. De akár ez attól függ, hogy használják, hogy ez iskolai idő legyen, azt is lehet. És itt aztán rámehetek egy egész osztályra, vagy akár csak adott diákokra, és az a két diák meg fogja kapni ezt a feladatsort az ő kis tudójukban itt fönt. Vannak ezek az aktivitik is, amit ugye párisítás, akár még puzzle is. Most el lehet képzelni, hogy a diákok készítenek nagyon szép rajz munkákat. Most mutatok egy párat, itt például egy napkelte, amit készítette. Vagy itt van egy akár egy tűzijáték, amit ugye festészettel, a locsantással lett készítve, vagy itt van egy vár, nagyon szép festész, amit pörtmesen belül készítette. Ezt is lehet felhasználni itt a ezeken belül, tehát én azt mondom, hogy szeretnék egy puzzle-t készíteni, és kiválaszthatom, hogy milyen formát szeretnék, legyen ez most egy téglatest, és mondjuk ez így elég.
Itt ugye láthatni azt megint, hogy be tudok bármilyen képet innen a flipartból rakni, tudok kamerával készíteni egy képet, illetve be tudok tűzni saját képemet is. És ezt akkor most oda be fogja tűzni nekem magába a puzzle-be, és már is, ha én az indítás gombra kattintok, akkor itt van, és puzzle-ként megjelenik maga az én saját általam készített kép. De ezt lehet bármivel, tehát bármi más is ki lehet nekik adni. Ugyanúgy el lehet menteni, ugyanúgy aztán hozzá lehet rendelni diákokhoz. És ugyanez a összes másik activity-t is itt lehet használni ezek által. Ami még itt van, ez a maga a 3D játék is, ami nagyon-nagyon kedvelt. Azt tudom, hogy már Magyarországon is nagyon elterjedt ugye a Minecraft, amit használnak a diákok játékként, és hát nagyon-nagyon szeretik. Hogyha ők ezt ismerik, a Minecraftot, és ezt szeretik, akkor ezt is nagyon fogják élvezni. Ugyanis itt is megvan kétféle játék szint, amivel lehet variálni. De amit ők csinálnak, egy labirintust készítenek tulajdonképpen, és belerakják azokat, amiket össze kell gyűjteniük, illetve amiket el kell kerülniük. Erre, ha rákattintok, ez bármi megint csak át tudom állítani bármilyen képre. Tudok akár bármilyen animációt is adni nekik, hangot adni nekik, illetve hogy hány pontot érnek ezek. Ha megint az I betű, ugye ez nagyon sok helyen jelenik meg ez a kis I betű, mindig próbáljuk ugyanazokat az ikonokat használni, tehát ismerősek lesznek, ahol akkor én tudok neki címet adni, tudok nekik megírni, hogy mit szeretnénk, instrukciót, akár ugye audiót is tudok nekik. Ha hány életük lehet, hány élet lehet, van-e valamilyen időzítés, hogy mennyi idő alatt kell megoldaniuk. Több szintet is lehet készíteni. Lehet aztán tüzet belerakni, ahol, hogyha belemennek, akkor életet veszítenek, vagy vizet, ahol van, nem tudnak belemenni. Tehát ennek is elég sok rétege van, de amikor itt most én belemegyek a indítógombra, rákattintok, ugye mindjárt az instrukcióval kezdődik, és tulajdonképpen, mint látható, egy 3D-be keveredtem bele, és már is itt tudom aztán játszani a játékot, amit most készítettem. Itt ugye azt is látszik, hogy itt vagyok, és a térképet is akkor tudom használni, hogy merre kell mennem, hol kell, ugye, hogy nehogy beleütközzek az ellenségbe, illetve mi az, amit még össze kell gyűjtenem. Amikor ezeket, én csak gyorsan ezt itt elmentem, bármilyen feladatot elmentünk, és ha rámegyek a megosztásra, ugye itt tudjuk azt, hogy meg tudom, hozzá tudom rendelni a diákokhoz, de meg tudom osztani is. Meg tudom osztani linkkel, tudok QR kódot használni, és nagyon ügyesen, hogyha én egy másik, például használok egy quizt, és annak megvan a nekem a QR kódja, már azt egy másik játékba például bele tudom tenni. Tehát azért lehet itt egész messzire fokozni itt a dolgokat, de akár beágyazni is lehet a weboldalra. Amikor valaki a QR leolvasóval rámegy, és megnézi ezt a játékot, vagy elolvassa a történetet, amit a diák írt, akkor természetesen változtatni nem tud rajta, de a például a quizt meg tudja oldani, a történetet el tudja olvasni,
vagy a játékot végig tudja játszani. Tehát ugye ezek eddig, amik a magyar oldalon rajta vannak, ez fog növekedni idővel, mert hogy ugye nálunk az angol oldalon már több applikáció is van benne, de ezt fontosan fogjuk fordítani, és fogjuk hozzáadni a magyar oldalhoz. Illetve egy nagyon érdekes, itt alul akár át is lehet állítani angol oldalra, ha éppen olyan iskolában vannak, ahol angolt is tanulnak, és szeretnék, hogy a diákok mondjuk rámennek, és az utasításokat a Q-kódba, a kódolásba angolul kapják meg. Akkor azt is lehet, arra is lehetőség van. És még van egy kis időnk, hogy szeretném még itt a matematikát is megmutatni, hogy mit lehet a matematikán belül a gyerekekkel csinálni. A tervezés és készítés az tulajdonképpen segít a diákoknak létrehozni két és háromdimenziós formákat, és ez több témakörön belül is. És ez a rajz és a technológia használatával érhető el. Tehát lehet látni itt járműveket, házat, embereket, maszkokat, amit aztán utána el is játszhatnak egy szerepet, és felhasználhatják a maszkot, illetve adott formákkal is lehetséges. Most én az autót fogom itt bemutatni. Itt megint csak ugye megtanulják a diákok, hogy mi az a 2D, mi az a 3D, mi a hálózat, ezeknek mi a kapcsolata, de ugyanakkor azért még mindig a kreativitás benne van, tehát meg tudják alkotni a saját kis autójuk és megdizájnolni. Ezt én itt a színekkel is meg tudom alkotni, bele tudok menni a hálóba, és tulajdonképpen itt van az a rész, ahol elég erősen tudok a diákoknak segíteni abban, hogyha én ebbe a hálóba most ezt a részt én itt kiszíneztem, akkor az hova kerül az én 3D-s autómba? Mert ez ugye nem egyszerű a diákoknak elképzelni, de ha ezt mind a háromat egyszerre látják, akkor ezt nagyon könnyen meg tudják érteni. És akkor ennek ugye a használatával akár rendszámot tudnak beletenni, itt lehet, hogy betűt is lehet írni benne, lehet bármilyen mintát beletenni, hát ezt is aztán lehet tovább fejleszteni. És akkor a grafikonok, ugye, hogy tudják a gyerekek az adatbázist használni, mire tudják felhasználni. Ez is egy olyan dolog, amit így ezen keresztül elég könnyen meg tudják nézni. Tehát azt mondom, hogy megnézem az autókat, amik elhaladnak a ház előtt, és megbeírom az adataimat, hogy mit láttam. Ezt mindjárt meg tudják nézni különböző gráfokon, táblázatokon, chartokon belül. És mindjárt fogják érteni, hogy hogy tudunk gráfokat létrehozni adatokon keresztül. Úgyhogy amit így tulajdonképpen tudni kell, így a Purple Mesh-en keresztül, hogy azon kívül, hogy a diákokat tanítja, legfőképpen a kreativitást is próbálja erősíteni, ami azért a mai világban már egy kicsit mellé elszorítottunk a diákoknál, és hát ezt reméljük, hogy tudjuk egy kicsit segíteni nekik. Attila, kérdésekkel hogy állunk?
Mondom a kérdéseket. Tehát még az elején volt egy olyan kérdés, hogy közösen is készíthetnek e-történetet. Igazándiból igen, tehát ha én itt rámegyek, akkor nem tudnak. Tehát ez mind azért, pontosan abból a szempontból, hogy a gyerekek biztonságban maradjanak egyelőre, nem tudnak megosztani itt munkákat. De lesz olyan, amikor például a magasabb szintű adatbázisú programon belül, ami még itt nincsen, de majd az is lesz, ott például, hogyha a tanár bekapcsolja, akkor például ott tudnak közösen dolgozni. De a történetben ez nincs benne. Köszönjük. Akkor volt egy olyan kérdés, amire részben válaszoltál, hogy mennyit használják Angliában a gyerekek ezt a felületet, és volt benne egy olyan, hogy a teljes oktatásban ilyen eszközt használnak, vagy vannak könyvek és füzeteik is? Vannak könyvek, füzetek, ők haza nem hoznak semmit, tehát igazából nagyon iskolatáskájuk nincsen a gyerekeknek, az olvasókönyvüket hozzák haza, és ezeket a programokat használják otthon, illetve hogyha olyan feladatot kell megoldaniuk, akkor van egy házi feladat füzetük, amiben beleírják a házi feladatot, amit egy kinyomtatott papírról hoznak haza, de ők nem cipelnek semmilyen így tankönyveket igazándiból. És nagyon sok olyan programot használnak házi feladatnak is. Itt volt egy olyan kérdés, hogy itt ugye, ha jól látom, igen, az volt a kérdés, hogy milyen angol feladatok vannak, azt kérdezi valaki. Angol feladatok tulajdonképpen, ugye hát, hogyha én a rész itt az angol, amiben én nem mentem bele, de ugye ez az, ami fontos, hogy ez még flash-t kér, tehát ugye ezt most ezzel, hogy mi lesz, hogy lesz, még nem nagyon tudni. De nekem most nem is fogja beadni. Próbálom. Ott a flash már nem nagyon. Igen. De tulajdonképpen, ha átkapcsolják a nyelvet, akkor minden angolul van. Igen, tehát az a igen. Tehát ugye ez az, amit mondtam, hogy ezt most át lesz-e írva úgy, hogy ne legyen flash, ezt most még nem tudom garantálni, de egyelőre a flashbe ez még működik. Ugye, ami adja a színeket, az állatokat, az ételeket, és ha én itten belemegyek, és belemegyek mondjuk az állatokba, akkor lehet különböző feladatokat, párosítás például, és már is akkor itt lehet ezeket a feladatokat. Ezt most ugye meg nem, ezt én hallom ugye a feladatot, ahogy mondja is nekik, de igazándiból én azt ajánlom, hogy itt a tehát a quiznek a használatával rengeteg idegen nyelvű tesztet is, vagy feladatsort is lehet nekik adni. Én itt megosztottam egy linket, ahol lehet regisztrálni, ezt a Balázs diáktól kaptuk. Így van. Az ingyenes regisztráció. Ha valaki ezt kitölti, akkor kap egy kódot, és akkor már... Nem, ahol regisztrálnak, akkor ők fognak kapni egy táblázatot. Ezt a táblázatot kell kitölteni, teljesen egyértelmű, hogy mit kell beleírni. Tehát mi felvesszük úgy az iskolát, hogy a diákoknak már automatikusan belépő jelszót is adunk akkor, és ezt én visszaküldöm e-mailben, és így már meg lesz alkotva, tehát amikor már akkor ők belépnek, akkor az összes osztály itt fel lesz véve, és az összes osztályban a diákoknak külön már mappája lesz. Ezt a táblázatnak a kitöltésével, amit ők megkapnak a regisztrációval, ez utána föl lesz véve az egész iskola.
Na most itt az adminisztráció, lesz egy olyan személy az iskolába, aki az adminisztrációs, hogyha ő oda itt belemegy a kis fogaskeréknél, akkor itt belemehetek akár az tanári kar, vagy itt a diákoknál, és én magam, tehát ott adminisztrációs is föl tud venni plusz diákot. Ezt is csak nagyon értelemszerűen, mint keresztnév és vezetéknév, beírhatunk, hogy milyen felhasználói neve legyen, és milyen jelszó, illetve ha ezeket nem is kell, nem kötelező kitölteni, ami fontos, keresztnév, vezetéknév, hogy milyen, és hogy milyen osztályba kerül be az a diák. És utána ezt el lehet menteni. Tehát elég egyszerű az adminisztrációs része is, hogyha plusz tanár vagy plusz diák jön az iskolába. Közben volt itt egy kérdés, hogy csak iskola használhatja. Hogyha csak szakkörre szeretnék használni, akkor szakkörre használják.